Sziasztok! Köszöntelek titeket a Fantasy Expo-n! Ebben a videóban interjúkat fogok csinálni, tulajdonképpen az itteni fellépőkkel, táncosokkal. Megkérdezem tőlük, hogy nekik hogy jött ez az egész, és hogy mit gondolnak a rendezvényről tulajdonképpen. Úgyhogy már nagyon várom, hogy ki hogy fog reagálni. Ha titeket is érdekel ez a téma, akkor nézzük is a helyzetet! Sziasztok, köszöntelek titeket a Fantasy Expo-n. Kikhez van szerencsém? A Unit Harmony-nak a táncosaihoz. Most először vagyunk itt, mint csapat, és nagyon izgatottak vagyunk, hogy itt lehetünk. És mit fogtok ezen a rendezvényen most így csinálni? Mit terveztetek? A programunkon belül kétszer is látnak minket a színpadon majd az emberek. Először egy K-pop show-val készülünk, amiben 9 dallal fogunk fellépni, utána pedig egy random dance kereték között csatlakozhatnak hozzánk az emberek a színpadon. Nagyon szuper! És hogy jött igazából nektek ez az egész dolog, hogy így összeálltok és csináltok egy ilyet? Igazából már évek óta együtt táncolunk, de hogy ilyen versenytáncszerűen, hogy de nem K-poppal foglalkozva, szóval saját koreókkal indulunk versenyeken Magyarországon, több versenyen is voltunk, igen, több versenyen is voltunk, és olyan nagyon sokan K-pop rajongók, így jött az, hogy mi lenne, hogyha tanulnánk cover-öket, és ahogy tanultuk együtt, és gyakoroltunk, így rájöttünk, hogy na, ez tök jó, és hogy nagyon jól dolgozunk együtt, nagyon nagy a harmónia köztünk, innen is ered a nevünk, hogy Unit Harmony, és hát aztán jöttek a lehetőségek egymás után, ahogy alakultak a dolgok, és most itt vagyunk. És volt már egyébként, hogy valamilyen kisebb-nagyobb eredményt, vagy bármi akármit elértetek, hogy meghívtak valahova, vagy nyertetek valamit, vagy bármi egyéb? Eddig még komolyabb fellépésünk, mint cover csapat 2 volt, kétszer is indultunk egy másik rendezvénynek a cover versenyén, ahol mind a két alkalommal a legjobb 8-ba jutottunk. Ott eredményt nem értünk el még, mert még nem az elején voltunk ennek a műfajnak, hogyha nevezhetjük így, de most már nagyon sokat csiszolódott a csapat, és reméljük, hogyha később lesz még versenyre, vagy fellépésre lehetőség, akkor egyre jobbak leszünk. És hogy állt össze ez a csapat, hogy már eleve megvolt így baráti körökbe, vagy később csatlakoztak emberek, és hogy mennyire ment zökkenőmentesen, vagy adott esetben nem annyira? Néhányan már alapból benne voltak a Go Dance Company-nak, a tánciskolájának az ilyen versenycsapatában, és néhányan később csatlakoztunk hozzájuk, ahogy jártunk az órákra, és aztán ahogy ez a versenycsapat így forrt össze, vagy hogyan kéne ezt megmondani, úgy adott volt, hogy kik lesznek ebben a cover csapatban, és kik voltak úgy jobban, kik alkottak egy új családot. Lenni, hogy mi alapján választjátok ki, hogy most éppen milyen táncot szeretnétek megtanulni? Hát minden csoportunknak vannak preferenciái, van, aki inkább lányosabb, van, aki inkább fiúsabb táncokat tanul meg szívesen, de mindenki nyitott mindenre. Szeretünk igazán nehéz táncokba beleválasztani, akár fiú, akár lány csapat terén, mert szeretjük a kihívásokat, és egész csapatos táncokat, vagy kisebb fős táncokat is nagyon szívesen tanulunk, és nem feltétlenül csak a legnépszerűbb csapatoktól, akik most nagyon mennek, hanem szívesebben nyúlunk vissza régebbi dalokhoz is, de szedjük az aktualitásokat is. És hogy jött az egyébként, hogy most így Fantasy Expo-ra kilátogattok, vagy hogy mi tetszett meg a rendezvényben, hogy úgy gondoltátok, hogy most kijöttök erre? Még én voltam először tavaly ősszel, de mint cosplayer, egyedül a saját barátaimmal, és aztán így mondtam, hogy fú, hogy tök jó az a rendezvény, és ahogy itt ismerkedtem emberekkel, úgy jött az ötlet, hogy mi lenne, ha táncolnánk itt, és rám gondoltak a szervezők, hogy de te ismersz táncosokat, mi lenne, ha így összeállnánk, és akkor igazából egyre több beszélgetésünk volt Discordon, és aztán ez pár hónap alatt aztán le is zajlott, hogy oké, akkor megyünk, és hát most itt vagyunk. Szuper, hát nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettem veletek, és remélem továbbá is élvezni fogjátok a rendezvényt, és még egyszer nagyon köszönöm az interjút. Mi köszönjük szépen, sziasztok! Mint ahogy láthatjuk is, mindenki nagyon jól érzi magát ezen a rendezvényen, és nagyon sok érdekes dolgot hallhattunk, tehát hogy én nem is gondoltam volna, hogy ennyire színes ez az egész. Remélem nektek is tetszett ez a videó, gyertek ti is Fantasy Expo-ra, és következő rendezvényen találkozunk!